Az Egri Borvidék 30 borászatának több mint 120 bora, valamint 11 étterem 31 étel különlegessége közül válogathatnak a 23. Egri Bikavér ünnepre érkezők. A megnyitón Simkó Zoltán Egerváros hegyközségének elnöke a közösségek ünneplésének fontosságát hangsúlyozta. A Bikavér ünnep a borászok ünnepe, ahol a két borkedvelő tábor, a borászok, és a bort szerető nagy közönség találkozhat egymással. A jelenlegi országhatárokon belül a fővárosnak Eger az egyetlen testvérvárosa, fogalmazott Tarlós István Budapest főpolgármestere köszöntőjében. Mint mondta, 2017 óta az Egri Bikavér a főváros bora. Hozzátette, a jó tüzes ital a történelmi időkben is sok alkotót megihletett, de már a Bibliában is szerepel. A bor, mint a föld, a nap és az emberi munka ajándéka egyidős a civilizációval. Fejlődésének csodája a mítikus időktől Dionysoszon keresztül az Eucharisztián át végig kíséri az emberiség történetét. A Szentírásban a bortermelés először a Teremtés könyvében szerepel. Noé pedig földművelő kezdte lenni és szőlőt ültete. A magyar bormárka koncepciójának kidolgozásában élen járnak az egriek, hangsúlyozta Habis László polgármester, aki emellett a borvidéki sikereket említette. Az egri borászok ugyancsak Európa élvonalába tartoznak, ezt igazolja, ezt bizonyítja az, hogy az idei bordói borversenyen is 8 arany és 4 ezüstérmet nyertek el borászaink. Ez nagyjából a magyar borászok által elért érmeknek a fele, 50%-a. Nyitrai Zsolt, a város országgyűlési képviselője, az önálló egri borvidéki borospalack létrejöttéről számolt be. Hozzátette, idén ősztől az üzletek polcain már ebben kaphatók a csúcsminőségű egri borok, mind a vörösek, mind pedig a fehérek. Egy olyan forma, amely 100 közül is megismerszik, és egy dombor nyomással mindegyik palackon látható az egriek eddigi legnagyobb világsikere, az 1552, amikor megvédtük az egri várat és az Eger felirat. Nyitrai Zsolt emellett egy újabb kezdeményezésre hívta fel a figyelmet. Szeretné, ha egy önálló borvidéki boros pohár is megvalósulna, így ennek megalkotására kérte fel a borászokat. A megnyitón elismerték a helyi szakemberek munkáját, a 2018-as évegri szőlőtermelője Balázs András lett, Tóth Istvánné az év bortermelője, Darvas Roland pedig 2018 egri borgasztronómusa. Emellett 7 kategóriában díjazták 36 termelő beküldött bormintáját, illetve egy külön díjat is átadtak. A Bikavér ünnepre vasárnapig várják a borkedvelőket, akik a kóstolás mellett ingyenes koncerteken is részt vehetnek.